A TRV ZRT javaslata mérőelfagyás esetén. Vízmérő elfagyás észlelése esetén haladéktalanul értesítse a TRV ZRT munkatársait az ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő telefonszámon, a 0680 205 157-es telefonszámon. Ellenőrizze, hogy a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van-e. Amennyiben igen, próbálja elzárni a további vízelfolyás megelőzése érdekében. A vízóra télésítése általában első vagyok beköszöntével érdemes foglalkozni, mert utána már nem tudjuk azt, hogy mikor milyen hidegek jönnek. Ezek a módszerek különböző félék vagy összetettek, hogy magát a vízórát letakarjuk. Hát vannak rossz pufajkák, vagy nájlonzsák, vagy zsákok, amivel közvetlen rátesszük a vízmérőre, és a előtte utána levő csővezetékre, és mindezek után pedig kívülről még a fedlap alá is teszünk egy nájlont, ami szigeteli a hidegnek a lemenetelét az aknába. Olyan területeken, ahol üdülő övezetekben, ott érdemes a utolsó időpont, amikor voltunk a területen, levízteleníteni az egészet, mert a vízórának a elfagyása az nagyon sokba kerül. Egy vízóra elfagyás az hát több tízezer forintba is lehet, sőt, még az elfolyt víz is a fogyasztót terheli. A vízmérők rendszeres ellenőrzése és a vízórán belüli hálózat karbantartása a hazai törvények alapján a felhasználó feladata. A vízóra, illetve a belső rendszer elfagyása, hibái miatt fellépő vízóracsere és vízelfolyás költsége a felhasználót terheli. Ha beüt a baj, akkor szerencséje van, ha észreveszi olyan téren, hogy meghallja, hogy a víznek a susogása, vagy pedig ez láthatóan kijön az aknából, ez a víz. És hát aki nem veszi észre, az sajnos az nagyon sok anyagi vonzata van neki. Olyan is van, hogy nem az óránál, vagy az óra előtt az a nem a fogyasztónak a hibája. Viszont ha az óra után, a vízmérő után fagyott el, az is megesik, az viszont már a fogyasztó terheli teljes mértékben. Télen rendszeresen, nagy fagyok esetén különösen ellenőrizze a használaton kívüli ingatlanokat, ezzel megelőzve az ivóvíz elfolyását, valamint az épület és berendezések esetleges elfagyását. Lakatlan épületben, ott nem fűtenek. Hát sajnos az annak nagy anyagi vonzata van. Több százezer forintba is kerülhet, ha soká veszik észre az elfagyást. Ugyanis itt volt egy olyan esetünk, mikor nem vették észre, és hát milliós kár keletkezett, mire a fogyasztót értesítették a szomszédok, hogy már pedig itten folyik a vize neki, és sajnos összedőlt a ház. A vizes szakemberek tapasztalata, hogy a csőtörések száma a téli időszakban 10-15%-kal magasabb, mint nyáron. Ne feledje, a fagykár okozta káros vízelfolyás megelőzése a felhasználó és a szolgáltató közös érdeke.